Natasa Kovácsevics érkezik az Eto Stadion VIP termébe. A buszbalesetben tragikus körülmények között lábát vesztő szerb kosaras lány megsegítésére sietett a győri foci csapat. A klub játékosai korábban is minden hónapban igyekeztek egy-egy bajba jutott embertársukon segíteni. Így történt ez novemberben is, amikor sportársuknak, Natasa Kovácsevicsnek gyűjtöttek pénzt. Tudtunk, hogy tegnap jön a meccse. Az összegből egyrészt Natasa rehabilitációját, illetve a szükséges műlábat szeretnék finanszírozni a klub. A szerb lány hihetetlen életelejét a családjától, barátaitól kapja, árult el stábunknak. Sokat jelentett neki, hogy el tudott jönni Győrbe, és végig szurkolhatta a csapattársak csütörtök esti Euróliga mérkőzését. Nem volt nehéz a lányokat úgy a pályán látni, hogy én nem lehetek ott. Velük voltam végig, szurkoltam nekik, hogy nyerjenek. Sajnálom, hogy ez nem sikerült, de bízom benne, hogy előbb-utóbb nyerni fognak. Natasa már nem foglalkozik a történtekkel, csak a jövőjére koncentrál. Elsősorban az iskolát szeretné befejezni, de abban is biztos, hogy találkozhatunk még vele a kosárpályán. A legfrissebb hír a focisták házatájáról, hogy a mezőkövesdi vereség után elvett, szolgálati autókat visszakapták a játékosok. Ott jártunk, hol Krónaveter, Andzsics és Trajkovics indult haza az edzés után.